Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben legendákról beszélünk. 70 éves az Albarigia Táncegyüttes. Legendás, jelenlegi és egykori tagok ejtenek szót arról, hogy miként sikerült az Albarigia Táncegyüttest Magyarországon, Európában és világszerte ismerté és elismerté tenni. Ma esti vendégem Majorosné Szabó Veronika, táncpedagógus. Szeretettel, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Beszéljünk egy kicsit arról, illetve engedj meg egy rövid bevezetőt. Kodály Zoltán írta a zenéről és a néptáncról, hogy az elemeire bontott dalkincs és néptánc egy és oszthatatlan. Évezredes fejlődésben kiérlelt, leszűrődött művészet. Tökéletes, mert kiegyensúlyozott egység az a kultúra, amely létrehozta. Azt hiszem, hogy ez remek motto ahhoz, hogy beszéljünk arról az egységről, ami a Albarigia Táncegyüttes és a Táncegyesület tagjainak köszönhetően meghonosodott itt Székesfehérváron. Amikor rólad beszélünk táncpedagógusként, akkor nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy miként választottál hivatást, hiszen a hivatás választásnak mindig van egy kulcspillanata. Leginkább akkor, mikor egy töpörtű tűzről pattant kicsi lány először meghallja azt a zenét, és megpróbálja az első lépéseket. Nálad ez hogy történt? Igen, az én esetem ilyen értelemben egy kicsit rendhagyó, mert viszonylag későn találkoztam az Albarigia Táncegyüttessel, hiszen 13 évesen kezdtem el az együttesben táncolni. Egy teljesen véletlen beszélgetés kapcsán kerültem oda. Kisgyerekként mindenebből voltam, tényleg nagyon sok sportágat kipróbáltam, mozogni mindig szerettem, a zenét mindig kedveltem, de valahogy nem találtam meg azt a helyet, ahol végül is utána megtelepedni tudok. De aztán sikerült. Aztán tehát sikerült, a helyedet, igen. Méghozzá nagyszerűen. Az esetlegesség azt tudjuk, hogy nem pálya. Tehát volt olyan pillanat, amikor tudtad, hogy tánccal szeretnél foglalkozni, már mint a későbbiekben is? Vagy csak ugyanúgy indult, mint egy tinédzserkorú ifjú hölgynél, hogy ez egy remek dolog, nagyszerű a lehetőség arra, hogy a mozgáskultúra fejlődjék, remek társaság, és ennyi? Igen, kezdetben így indultam én is, hogy nem feltétlen a tánc fogott meg a történetben, hanem hogy az a hihetetlen jó közösség, és az a dolog, ami ezzel együtt ugye párosult, és ahogy egyre jobban elmélyültem én is a táncolásban, így fogalmazódott meg, hogy hú, de jó lenne ezzel foglalkozni, de tulajdonképpen lehetőség, tehát annyira nem kerestem azt az utat, hogy lehetnék én táncpedagógus, hanem úgy hozta az élet, hogy kaptam egy lehetőséget az Abbai Művészeti Iskolában, hogy taníthatnék táncot, és ott indítottak el azon a pályán, hogy ha már tánccal szeretnék foglalkozni, végezzem el a táncművészeti főiskolát, és akkor így már tulajdonképpen így kerültem rá erre az útra. Tehát ezt már a pároddal, lelked jobbik felével, Majoros Róbertről beszélünk természetesen. Tehát ez egy nagyon komoly döntés egyéb iránt. Mi mindent lehetett megtanulni a táncművészeti főiskolán? Mi az, amit vittél magaddal táncosként, és amit hozzáadtak? Táncosként vittem magammal azt a fajta csoport összetartó erőt, hogy alkalmazkodni kell, mindig a legjobbat, figyeljünk egymásra, illetve a tánc szeretetét. A főiskolán megkaptuk hozzá azokat az instrukciókat, amikkel még jobbá válhatunk a későbbiek folyamán. Kik voltak azok, akiknek a tanítását nem felejted el? Kezdjük talán a táncegyüttesnél, hiszen nyilván voltak olyan tánckarvezetők, akik nagyon fontos szerepet játszottak, koreográfusok nem különben az életedben. Igen, hát mindegyik tánc, nem szeretnék senkit kihagyni, természetesen mindegyik táncpedagógus nagyon mély hatással volt az én pályafutásomra, de akinél talán éreztem azt a fajta bizalmat, ő a Gazdag Béla volt, akinél annyira megszerettem a táncolást, és lehetőséget is kaptam, hogy ott szerintem eldőlt valami. Közösen dolgoztok Robival. Igen. Ez mennyiben könnyíti meg az életeteket, vagy mennyire teszi nehézé, hiszen a nap 24 óráján keresztül együtt, ha úgy tetszik, és ezt 365 napon át, és most már évtized, több mint egy évtizede jócskán. Igen, igen, nagyon sokan felteszik ezt a kérdést. Talán annak köszönhető, hogy még együtt tudjuk ezt ilyen számomra jól csinálni,
hogy a próbateremben teljesen külön választjuk a magánéletet és a munkát, tehát talán megtaláltuk így azokat a pontokat az életünkben a nap 24 óráján belül, ahol tudjuk, hogy mikor vagyunk szülők, mikor vagyunk kettesben egy pár, és mikor vagyunk a próbateremben, mint munkatársak. Nem megbeszélve, de valahogy ugye az évek során, hiszen már több mint 20 éves tanításról beszélünk, ez így szépen így kialakult, csiszolottunk egymáshoz, és így szerintem. Ugye megjártátok közösen, de külön is azokat a lépcsőfokokat, amelyeket egy pedagógus számára meg kell, hogy legyenek. Ugye abáról indultatok, az egy nagyszerű tanulópénz volt, hiszen igen, a semmiből építettetek egy új világot. Igen, tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy normál esetben egy ember ott hagyja abba a pályafutását, ahol már így a semmiből már elért valamit. Na most mi oda kerültünk, és tényleg egy hatalmas lehetőséget kaptunk, hogy saját magunk képére formálhattuk ott a dolgokat, és ezáltal egy ilyen hatalmas bizalmat is, hogy szabad kezet adtak ebben, hogy bármerre formálhatjuk ott a néptánc kultúrának a kialakítását, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és nagyon-nagyon jó tanulópénz volt. Igen, az fontos, amit említettél, hogy bizalmi elven működik. A tanítás általában is, de én azt gondolom, hogy ami pluszban adatik meg a gyermeknek a mozgáskultúra fejlesztésében, az még inkább, hiszen a szülő nagyon figyel arra, hogy pluszban mit kap a gyermek, hiszen az új nemzedékben mindenki bízik értelemszerűen a saját gyermekében még inkább. Igen, az elsődleges a bizalom elnyerése a gyerekeknél, hiszen hogyha ez megvan, akkor tényleg csodákat el tud érni egy pedagógus a gyermeknél. A másik dolog, hogy nyilván a szülők bizalmát is el kell érni, hiszen a szülő nagy befolyással van a gyermekekre. Ugye az ifjú generáció nevelésében fontos, hogy nem a siker a mérce, hanem a rendszeresség, és azért látszik egy-egy táncoson nyilván, hogy tehetséges és szorgalmas, abból lesz a valami, vagy és a valaki. Ugyanakkor a pedagógusnak nagyon kell figyelnie, hogy ezt megőrizze. Hogyan sikerül jobbá és jobbá válnotok? Számomra az egyik legfontosabb nyilván azon belül, hogy ugye legyen bizalma a gyereknek felé, és feltétel nélkül próbálja meg elfogadni azt, amit mi képviselünk, és szeressen minket, a következetesség. Tapasztalatom szerint, hogyha következetesen elkezdünk valamit a gyerekek a kapcsolatban, annak előbb-utóbb eredménye lesz és beérik. Mi az első mozzanat? Mert nyilvánvaló, hogy itt tégláról téglára kell építkeznie a tanárnak. Azt, hogy szeresse a tanárt, és szeresse azt, amit csinál. Ez a legelső dolog. És hogyha ez már megvan, akkor tényleg elhiszi azt, amit mondunk, bízik abban, amit csinálunk, és kedveljön. Az fontos, az nagyon fontos, hogy ne csak külső indítatásból legyen ott a próbaterembe, mert akkor csak fizikailag van jelen, hanem a lelke is ott legyen. Ahhoz viszont elég hosszú az út. No, tehát az új nemzedék. Tehát a legfontosabb mozzanat először is a jelenlét, a másrészt, hogy megszerettetni a táncot. Ez nem egy gondolom nehezen, hiszen bármennyire is máskort élünk, ugyanúgy szeretik a táncot, és szeretik egymást a gyerekek, a fiúk, a lányokat még inkább természetesen, hiszen én azt mondom, hogy fantasztikus szépség árad a néptáncból mindig is. No, de amikor megérkeztetek, és igen, itt bejön az Alba Regia Tánc Egyesület létrehozása, mennyit segített, hogy az Egyesületnek van egy kidolgozott koncepciója, egy rendszere? Nagyon sokat segített, hiszen akkor még pályakezdők voltunk, amikor az együtteshez oda kerültünk, mint oktatók és mint munkatársak, és nyilván nekünk könnyebb volt egy ilyen rendszerbe bekapcsolódni, mint hogy esetleg saját magunktól kitalálni dolgokat. No, itt a papíromon, ebbe most bele kell, hogy nézzek, számtalan koreográfiai verseny díjazása szerepel. És feltűnt nekem, hogy Jószerivel valamennyi csoportotok aranyminősítést kapott, tehát az idők sorában, most pontosan ezért nem sorolom fel, hiszen az mérhetetlen mennyiségű siker. Ugyanakkor, amikor valaki örökségnívódíjas gyermektánc koreográfiát csinál, ugye ezt emelem ki most, ez a kendős bukovinai székelytáncok volt egykoron, hogy fog hozzá? Hogy választ ki egy megfelelő korosztálynak egy olyan koreográfiát, hogy alkotja meg, hiszen ez alkotói munka, hogy az valóban sikert arasson,
mert a sikerhez szerintem az is kell, hogy a koreográfus, a táncpedagógus is szeresse, a gyermeknek is szeretnie kell, és hát persze a szigorú szakmai grémiumnak is tessék. Igen, ez egy hosszú út, mire valaki eljut oda, hogy sikerre vigyen egy koreográfiát, hiszen nem elég csak a tudást a gyerekek lábába adni, hanem ugye lélekkel is jelen kell lenni a színpadon, és ehhez nagyon hosszú út vezet. Tehát több éves munka az, hogy elhitessük, és elvárjuk a gyermekektől, hogy úgy táncoljanak, ahogy az nekik is jó érzésből jön, és nem csak egy olyan művet adjanak elő, amit mondjuk a pedagógus így rájuk szán. Tehát fontos az, hogy megtaláljuk azt, felmérjük a gyerekeknél, hogy mi az a kabát, ami nem rájuk van, hanem rájuk van szabva. Nagyon jó, hogy ezt mondod. Mennyit segít ebben a Néptánc Szövetség? A Martin György Néptánc Szövetségre óriási szükség van hazánkban. Azt tudom, és azt hiszem, hogy a szakmai munka koordinálásában is kiemelt szerepet játszanak. Igen, a Martin Szövetség fogja össze azoknak a rendezvényeknek a sorozatát, amikbe be tudnak kapcsolódni az amatőr táncegyüttesek, és lehetőséget tudnak kapni arra, hogy fellépjenek, megmutassák magukat, megmérettessék magukat. Úgyhogy nagyon fontos szerepe van. Én meg kell, hogy mondjam, a kicsiktől a nagyokig a felét körülbelül tudtam, de viszont itt olyan elnevezések vannak, ami gyönyörűek. Én azt szeretném kérni, hogy egy kicsit mutasd be, tudom, hogy nem mind a tiétek, de tehát itt van a Csiripiszli. Ők pont nem a mi csoportunk. Igen, tudom. De tulajdonképpen a koncepció az volt, amikor neveket választottunk az utánpótlás csoportnál, hogy népi ételnevek legyenek. Igen, ez például tepsiben sütött gabonalepény. Igen. Ők a legkisebbek, igen. Aztán jönnek a töpörtyűk. Igen, ők is picik, hát ugye értelemszerűen. A keszőce, az már a tiétek. Igen, a keszőce, igen, a miénk. Keszőce, aztán lapoznom kell, mert ezek nagyon jók. Minden a pulutykát ismeri országvilág, hála Istennek, igen, és megint igen. Csak nektek köszönhetően. Igen. Hát egy szerencsés találkozás volt, hogy a pulutykások, ugye nagyon sok gyermek táncol a csoportban, akiknek az elődeik is táncosok voltak, tehát a szüleik, a felmenőikben vannak táncosok, és kaptunk már egy olyan csoportot, akik ugye hozták magukkal otthonról azt a fajta identitást, vagy azt a fajta látásmódot, amit nekünk már így könnyebb volt a próbaterembe így beléjük súlykolni, jó szóval értve. Tehát ők a jövő, mint ahogy a gabonca, a zsendica, a csöröge, a guba, dereje, cibere, dödölle, kókonya, gánica, derce, olyan fantasztikus. Igen. Mennyit kell gyakorolnia egy fiatalnak ahhoz, hogy valóban elérje az aranyminősítést, vagy örökségdíjas tánccsoportba bekerüljön? Heti két alkalommal mindenképpen érdemes tanulni, és hát intenzíven jelen kell lenni a próbateremben, testben, lélekben, mindenhogyan. Mit jelent az intenzitás egy fiatalnál? Nyilván más és más. Hogyan lehet úgy hatni rájuk, hogy egyik oldalról ne érezzék azt is, hogy ez egy adott feladat, amit meg kell oldani, másrészt pedig maradjon játékos, hiszen ez a legfontosabb. Igen, ez a legnehezebb, főleg a mai fiataloknál. Nagyon kell a lelkükre hatni egyébként, és nagyon kell ismerni őket személy szerint, hogy kinél milyen úton tudjuk elérni azt a bizonyos idézőjelbe, most rossz értelemben, de a legjobb szó a teljesítményt. Csoportban foglalkozunk, de egyesével mindenkit ismerni kell. Nem mindegy, hogy adott gyermeknél az a bizonyos szó célt ére, vagy nem, tehát kell ismerni őket nagyon. Ehhez minél több időt együtt kell tölteni velük, akár a próbatermen kívül, erre nagyon jók a táncházak, úgyhogy sarkaljuk is őket arra, hogy minél többet jöjjenek táncházba, minél többet töltsenek ők is együtt a szabadidejükbe, hiszen a színpadon, a produkciónak kell, hogy legyen olyan része, amikor csak egymásra néznek, összekacsintanak, összemosolyognak, tehát ez a része is kell. Tehát nagyon komplex, én úgy gondolom, egy ilyen színpadi produkció, amit esetleg lát a néző, hogy minden a helyén van, tényleg a zene, a ritmus, az ének, a tánc, viszont ha a lelkét nem teszi oda valaki, akkor valami hiányérzet lesz. Ehhez meg kell a közösség. Tehát a közösség erejét nagyon kiemelném ebbe a dologba. A tehetség gyorsan napvilágra kerül itt? Nagyon gyorsan, igen. A tehetség az nagyon gyorsan. Miből áll? Illetve a jó adottság, igen. Tehát az adottság kell, igen. Szépség,
némi rutin természetesen, viszont a tehetség mindent visz, vagy lehet párosítani úgy a szorgalommal, ami aztán tényleg van. Én azt gondolom, főleg kiskorban lehet látni, hogy vannak kevésbé ügyes táncosok még kezdetben, és hirtelen tényleg egyik napra a másikra szinte megtáltosodik. Tehát van a fejlődésnek egy ilyen útja is, illetve vannak olyanok, akiken esetleg látjuk, hogy tehetséges, bizonyos érési folyamatoknál lehet látni azt, hogy esetleg nem olyan ütembe fejlődik, de a tehetség az mondjuk mindig tehetség marad. Kezdjük, egy kicsit még beszéljünk arról, hogy a nemzedékek váltakozásáról. Tehát van nyilvánvaló, hogy a csoportokban olyan is, akinek már a nagyszülei is táncoltak. Így van. Gyaníthatóan, a szülők bizonyosan. Viszont hogy lehet megnyerni az újakat? Hiszen nem lehet begubózni, mondom én, tehát ez nem egy zárt körű csapat, egy közösség a tiétek. Igen, mindenképpen kell valami indítatás, vagy a szülők részéről, vagy a nagyszülők részéről, vagy akár egy barátnő részéről, hogy hallják azt, hogy ez jó az, ami itt folyik. És onnantól kezdve viszont nyilván, ha már az első lépést megteszik, hogy eljönnek hozzánk, akkor onnantól kezdve már mi feladatunk az, hogy meg is tartsuk őket, és teremtsünk egy olyan atmoszférát, egy olyan légkört, ahol tényleg jól érzi magát, és azt mondja, hogy igen, megérkeztem. Nem kell, hogy mindenkinek ez legyen az élet célja, viszont egy fontos állomás az életében. És a siker pedig megerősítést hoz. A siker pedig megerősítés az önbizalmathoz. Tényleg olyan dolgokat ad ez a néptánc, ami tehát a későbbiekben is előnyire válik az embernek. Akár magabiztosabb lesz, akár a kiállása jobb lesz, akár nem retten meg feladatoktól, akár egy helyzetet gyorsabban meg tud oldani. Tehát nagyon-nagyon komplex dolog. És ehhez kellenek a példaképnek, példaképek, példaképnek pedig ott vagytok ti. A sikeres néptáncosok, hiszen beszéljünk a sikerekről. Bejártátok a világot. Ez mit adott nektek akkor? Hiszen egy különleges időszakban volt, nem voltak még teljesen nyitottak a határok, Magyarország és Székesfehérvár jó hírét vittétek, és ráadásul olyan magas színvonalú tánccal, amely nem önmagában csak egy külföldi útnak minősült, hanem én azt mondom, hogy küldetés volt. Igen, ez nagyon nagy dolog volt a mi időnkben is, hogy addig, amíg a kortársaink nem jutottak el külföldre, vagy csak a szomszédos határok mentén, mi láttunk ugye olyan dolgokat, ami a későbbiekben az egész látásmódunkat megváltoztatta. Tehát bejártátok a világot. Igen. Jószerivel. Viszont amikor hozzánk jött a világ, az is egy külön. Itt már beszélgettünk arról, hogy én ott voltam, amikor még csak 3 csapat volt a nemzetközi, úgymond nemzetközi néptáncfesztiválon, és ugye most már a 25. lesz rövidesen. Azt hiszem, hogy ez negyed század alatt oly sok minden történt, hogy ezt nem lehet sorba venni. Viszont azt gondolom, hogy ez megint csak megerősítést hoz Székesfehérvárnak és az Alberige Tánc Együttesnek is, hogy ez a Nemzetközi Néptáncfesztivál, ez most már rang. Itt lenni is, nagyon is jól tudom, hogy milyen nehéz dolog kiválasztani az ide érkezőket, mert hogy jelentkező van bőségesen. Ez mit ad nektek évről évre ez az augusztusi találkozó? Hát évről évre nagyon jó érzés látni azt, hogy milyen sokan kilátogatnak ezekre a programokra, jó érzés adni. Tehát számunkra ez egy nagy öröm, hogy tényleg embereket érdekli ez a fajta dolog, más kultúra, és ide tudjuk őket varázsolni. Ugye Kovács Gyuri bátyjával mindig arról beszélünk, hogy milyen nehézségeket okozott annak idején, hogy otthont találjanak a Liszt Ferenc utcai megyei művelődési központ helyett az Alba Régia Tánc Együttesnek. Ez vonatkozik egyébként a táncházra is, hiszen amikor elindult a táncház mozgalom, ott is nagyon jól tudjuk, hogy hideg, fűtetlen termek, berendezés nélkül, és mégiscsak otthonra talált. Én azt mondom, hogy a jó mindig megtalálja a helyét, függetlenül attól, hogy felgyorsult a világ vagy sem. Milyen otthon a táncház? Én nagyon is jól látom, én csak azt mondom, hogy Pezsgő, bármikor megyek be, ott mindig telt házban. Munkahely szempontjából tökéletes, tehát nagyon jó dolgozni. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek szempontjából is egy ilyen bástya lehet a táncház, bármikor jöhetnek, szívesen látjuk őket, tudnak maradni, akár iskola után, ha még nem megy haza a busz, de nincsen, próbáljuk. Ez egy olyan közösségi tér, ahol szívesen látjuk őket, és szívesen tudnak maradni, és jó helyen vannak, és biztonságban, és jó légkörben.
Az imént arról beszéltünk, itt volt Halász István operatőr kollégám, aki kamerával nagyon sokat járt veletek, tulajdonképpen bejárta a félvilágot, nem különben, és szóba került a gyermek. Aki nő. Igen, most már két gyermekünk van, ugye 13 éves Levente, és a 3 éves Borbála. A Levente, hála Istennek, ő is táncol, úgyhogy sikerült ő is. Borbála pedig fog. Borbála meg nagyon reméljük, hogy fog. A Borika, ő ott van velünk a próbateremben, amikor tanítunk, az esetek 70%-ában, úgyhogy már megszokta ezt a közösséget. A Levente meg ugye, mint aktív táncos van jelen a próbateremben. Ez nagy öröm egyébként egy táncpedagógus szülőházas pár számára, hogy reményeink szerint, hogy ugye valamilyen szinten sikerült őket, vagy sikerül őket megfertőzni ezzel a dologgal. Igen, hát erről beszéltünk igen, az egész igen. 25 percünk alatt, hogy nem is, hogy megfertőzni, hanem hát az vonz. Azt hiszem, hogy ezek a dallamok. No, hogy készülsz a 70 éves találkozók sorára, hiszen Jószerivel most már tavasztól egészen a Néptáncfesztivál végéig másról sem szól Székesfehérvár kulturális élete. Igen. Kis túlzással persze, mint erről a 7 évtizedes évfordulóra. Igen, igen, igen. Tulajdonképpen múlt héten elkezdtük erre a próba felkészülést, és nagyon-nagyon jó érzés volt a régi csapattal ismét összejönni, táncolni, beszélgetni, tehát egy tényleg bizsergető érzés. Úgyhogy innentől kezdve minden hétvégén már próbálunk és készülünk, úgyhogy amit a közönség fog látni, az szerintem mindenki számára egy felemelő. Mind a próbatermi munka, mind reméljük, hogy a színpadon, amit sikerül majd így átadnunk. Bizonyos vagyok benne, hogy így lesz. Ehhez kívánok sok-sok. Én azt mondom, hogy a vitalitás megvan bennetek továbbra is, úgyhogy ezzel nincs gond, viszont erőt, egészséget hozzá, és én pedig azt ígérem természetesen, mi ott leszünk. És mi mással búcsúznék, ugye Kodállyal kezdtük, akkor Kiszeli István írta a Magyar Néptánc felfedezésében ezt a mondatot, hogy az ősi néptánc művészetünk nem múló divat, hanem nemzeti életünk szerves része és megmaradásunk egyik záloga. Nincs kétségem felőle, hogy így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések az Alba Régia Táncegyüttes 70. évfordulójára műsorunkban ma Majorosné Szabó Veronika táncpedagógus volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!